speciális alapszolgáltatási központba. Mielőtt az ünnepi hangulatnak átadnám magunkat, először is szeretném hálánkat és köszönetünket kifejezni az ácsi polgároknak a rengeteg adományért, ami hozzánk jött, és amiből a csomagokat el tudtuk készíteni, az ácsi önkormányzatnak, az ácsi fejlődéséért alapítványnak, és a Hármán Hungari Kft-nek, hiszen nélkülük ez az ünnep nem valósulhatott volna meg. Úgy gondolom, hogy sokadik alkalommal gyűlünk itt össze, mindjárt nagyon várjuk, izgatottak vagyunk a karácsony előtti hangulatban. Azt gondolom, hogy már mindenki várja a csomagbontást is, de én azért még néhány szót mondanék a karácsonyról. Azt gondolom, hogy ez minden évben ugyan eljön, és ez egy ismétlődő ünnepünk, de mégis minden évben kivételes és különleges, hiszen más érzéseket, más megkötséget kell bennünk, és nagyon fontos, hogy ezeken a nagyobb napokon különösen odafigyeljünk egymásra, a szeretet és a megkötség vezérelje cselekedeteinket, szavainkat és mindenféle megmozdulásunkat. Ajándékot nem csak adni, hanem nem csak kapni, hanem adni is nagy öröm, hiszen azt gondolom, hogy minden szeretettel készíti össze a másik számára azt a kis meglepetést, amit ilyenkor az ünnep néha azt gondoljuk, hogy milyen jól lenne, ha ez az ünnepség mások elég eltartani, és minden nap ünnepelni. Én azt gondolom, hogy karácsony pont azért kivételes alkalom, hiszen évente csak egyszer van, és így igazából ez is a kivételességet jelé sorolják. Tovább nem is húznám a szót, hiszen nagyon sok kicsi gyermek van, és azt gondolom, hogy a várakozás is már egy kicsit felülről tett türelmet. Úgyhogy kérem, hallgassák sok szeretettel a műsort, amivel a kollégák és a gyerekeknek bizonyosan részültek. Megérthessem a világot és az embereket. Karácsonyban, kis Jézusom, téged ünneplünk, hit, a békés, a szeretet mindig legyen veled. Mert Öcséval szent karácsony, megösnöttök, pompázatos ruhát töltök, orszakorán, mint az ápor, ezer csillag hull a fáradt, rangfenyek hullanak, egyre potyanak a kis kezekre. Nagyon fánkat körváljuk, s egymásnak azt kívánjuk. E szép este minden fénye, adjon erőt az új évre. Minden napja legyen ünnep, már égessük ki szívünket. Nekünk jó, ha esni fog álló éjjel, mert a hét eljó.
mindig arra kérdezünk minden évben, hogy ne hagyjunk el, hanem egy picit tényleg legyen, mert itt ez az ünnepalta, hogy megnézegetjük az ajándékot. Kisült-e már a kalácson, ha kisült?